Sziasztok! Kedves Facebook barátaim! Voltam Bobban, szokásos trafiknál vagyok. Trafik jelenet. Hát, nem is tudom, honnit kezdjem. 5 perc öttem fel élőbe. Mindegy, ha nézitek, ha nem, megyünk fel YouTube-ra. Szégyellem magam. Szabályosan szégyellem magam, ami történt a Lakatos Ibolya élő live-jában. Hát, mintha egy tyúkolba lettem volna, a tyúkok harcoltak a kakasért. Szó szerint ez így. A tyúkok harcoltak a kakasért. Mert egy hölgy, nem ismerem, valami Szandi vagy Szandra, nem tudom, nem ismerem, minden lényegtelen, bement a műszorába, ad egy két valami dalt, hogy ég és föld között repülj velem. Ezt a Ibolya tudja szépen énekelni. És a többiek már kinézték. Van egy nő, Szlovákiában lakik. Hát ne itt Magyarországon parancsoljon már. Szlovákiában parancsoljon. Üzenem, nem mondom ki a nevét. Meg a többiek. Ő végettük az Ibolyának vége. Ő csak azt akarják, hogy 5-6-an nézik csak nekik. Olyan nincsen, hogy a valakinek egyformán nótájuk most. Én nekem van is nótám, nem tudom, az életemet horrontottam, az az én nótám. Hát meg is halok a temetésen, ezt kell muzsikálni a cigányoknak, az a zenészeknek. Na most valakinek ez a nótája, én azért nem fogom megbelőle megölni. Hölgy kérte azt a számot a Ibolyától, hogy égész fel között, mit tudom én. És akkor na ők majd ő trón, meg hamis pírduk, olyan hamis pírduk, olyan hamis pírduk, odaírták, meg a személyigazolványát, meg mit tudom én. Üzenem a hölgynek, nem tudom ki az, ami Szandra vagy, azt nem tudom, figyeltem rendesen a nevét. Személyigazolványt csak hivatalos személynek lehet megmutatni. Így embereknek, ha akar valamit az hölgy, kételkedik benne, akkor ott van a messenger, fel kell hívni egymást. Személyigazolványal nem játszunk. Azt hivatalosan nem lehet lefényképezni sehova, se csak hivatalos szemnek, rendőrségnek, vagy itt tudom én, munkahelyen, ilyen helyen oda lehet adni a személyigazolvány. Nyilvánosságra hozni egy hivatalos okiratot nem szabad. Üzenem. Az előre, nem tudom a nevét pontosan, mert tudom én futólag láttam, a másik YouTube csatornára ki is tettem, nevekkel, szégyeljék maguk azok a nők, mint a tyúkok harcoltak a kakasért. Hát nem szégyenítek magatokat? Az valami Éva, nem tudom, hogy milyen Éva. Szlovákiába tedd a fejedet. Mi vagy te? Rendőr? Nem szégyenítek magadat te? Foglalkozz már a saját magaddal, még nézi körül a jányoddal, mi van. Ha? 66, nem szólom már semmit se. Mindenkiről mindent tudok. És a múltkor a Kékingben, mikor Ibolya lejvodott, az én voltam. Nem hamis. Üzenem a másik hölgynek, az én voltam. Értitek? Talán beénekelte a másik, mert kétszerre csináltam meg a videót. Most töltük fel YouTube-ra. Énekelt az Ára fiút. Puszi vágybé féltik, nevetem Musztit. Hát miért énekelni az Ára fiút? Miért ne? De a hölgyekben megpróbálom eljátszani én, a Vangeliszt, mert azt is kérte. Szegény alig mert odaírni. Megsajnáltam, becsülj a tubisztőt. Hát ilyen nincsen, hogy más nem nézheti a videót, csak ti hatan. Ti beszéltétek le az Ibolyát, ne menjen Pestre, ne csinálj. Ibolya, üzenem neked a stúdióson bejelölt, az a, nem mondom kell teljes nevét, Lajos. Székesfehérvár. Bejelölt téged, és fel akar venni a kapcsolatot, mert tetszik neki a hangot. Beszéltem a stúdiósomban, mondta, be fog jelölni. Üzenem neki az Ibolya, hogy tudjál róla. Csak Huszti biztos le fogja tiltani. Ég és föl között repülj velem. Be volt a cigimmal. Hát ez van, hát az először. Gyerekek, szégyeltem magamat, amit műveltek ezek a tyúkok. Hát hol szabad? Hát más idegen nem nézheti a Ibolyának a live-ját, csak ti hatan vagy heten. Mire való ezt csinálni? Mindenkit kinéztek a műsorból, meg lehorjátok, meg kételkedtek benne. Üzenem meg a hölgynek, nem tudom, fogja látni, fogalmam nincs, nem ismerem. Személyigazolványt
Évának, meg mit tudom én, hát jó, bizony, nem szabad. Én a személyigazolványt nem fogom kitenni senkinek, meg senkinek. Nyilvánosan, se üzenetben, semmi. Az nem játék, azzal vissza lehet élni. Nagyon mérges vagyok, nem is azért bajára, mert a másik, Ibiz, azért csináltam a temetést, te is eltemettél. Én azért csináltam. Nem szívemből temettelek, mert én senkinek a halálát nem kívánom. Én nagyon jó szívű ember vagyok. Ez a baj, sokan kihasználják a jó szíves, az, hogy jó szívű vagyok. Mindegy. Na, mondom, eltemettél, akkor én is eltemettek. De nem a szívemből csináltam. Én senkinek a halálát nem kívánom. Még a legnagyobb ellenségemnek sem. Ez nem játék, gyerekek. A halállal nem lehet játszani. Se a betegséggel. Valaki beteg, például a Pikás például a múltkor beteg volt, azt mondta a élő videójában, hogy koronás, én rögtön hívtam. Pedig beszekedünk még, mint hívtam, mi van, mi baja? Mert azt hiszem, megszerű rokonom is, mindegy. A tegnap bejött volna Milákovicsi baja, kértem tőle egy hangfájt. Én baját ismerem, hát együtt dolgoztuk, ott volt a tévében műsor vezető. Minek a hangfáj, meg én, meg tudtam, akkor el is tiltottam. Én majd egyből hívott volna, hát az ő lett volna, akkor ő hívott volna fel a telefonon. Ott van, rájöttem, hogy ki csinálja ezt a hamis Facebookot is a YouTube-on, a Szukanyik Nóra nevébe. Hogy úgy is hívják, hogy Barbie Eszter. Nem, Barbie Teréz, nem Eszter, bocsánat, Esztikén, bocsánat. Duka Esztertől, bocsánat kérek. Barbie Teréz. Ő neki nagyon sok hamis Facebook, nagyon vigyázni kell vele, mert nagyon ért a YouTube-hoz, a Facebook-hoz. Van, ha vagy 6 vagy 7 féle csatornája, és mindenki kinyír. Jobban ért hozzám, én is értek hozzá, de ő sokkal jobb, elismerem. Nora Morris néven van fent, meg mit tudom én, Isabella néven van fent. Nagyon sok nevet használ. És direkt megcsinálja, ő elkerül a harcot, a háborút. Ez ő csinálja, és nem itt lakik Magyarországon ám, hanem Torontóban, Kanadában. Hölgy. Vigyázz kell velem, mert nagyon veszélyes, ő unalmába csinálja az egészet. Üdvözlöm, trafikos bácsi, üdvözlöm. Mert ő volt az, mikor ő dolgozott a trafikos, mikor az ő baja megcsokkolt, ő látta. Pont ő dolgozott akkor itt, Husztikán, ha tudjál róla. De hát azt elmúlt. Minden elmúlt. A hölgynek el tudom játszani a Vangelist. Énekel, nem énekel, azt én nem is fogok bele. De lezongorázom neki a Vangelist. Megnézem a légi szperkőt, annak szövegépeket nézi valahol. Az ibaja tudja énekelni. Hogy Ibikém, nem szívemből tevettelek el, most is látom, szépen beszélek hozzád. Az olyan nincs, hogy más nem nézhetse az élő live-odat. A Kékingben is én néztem. Szabály az a nők, azt mondták, hogy hamis vagyok, nem én. Üzenem nektek, tyúkok! Én voltam az! Megértettétek? Én néztelek. Szokonyék Nórának most van elég baja, mert én beszéltem vele. Elég sok probléma, nem még bajával foglalkozni, még olyanokat tett ki, hogy hát meg az, Ibi. Hát Szokonyék Nóra, ha én lettem volna, akkor magam most kiteszem pelenkába, dukva ezt el engem pelenkázok meg éneket. Ha? Hát gondolkozzál már el, olyan könnyű, befolyásolható nő vagy, borzasztó. Mindenki, azokra ráhagadtál a funcsolódjon a tyúkokra, maradjon a tyúkokra, azért nem jöttél fel Pestre. Már régen lettél volna az X-Faktorba is mondtam neked, vedd fel velem kapcsolat, segítek. Majd azok bevisznek az X-Faktorba, Ibi. Ha? Akik puncsolnak neked? Gondolkozzál már el. Lebeszéljétek, hogy el ne veszítsenek tégedet. Ilyen Éva, aki Szlovákiában lakik, meg mit tudom én kicsoda, nem mondom a többi nevet. Hajd ne mondjam, mert nem szabad kimondani. Erre most a másik YouTube csatornára megyek, ma már 300 valamennyire követőm, arra fogom feltenni, haza élek. Nem tudom, hogy délőtől kell állva az esetleg délután, élőben már lányom alszik. Elég mélyen. Úgyhogy ez van. Üzenem neked. Én senkinek a halálát nem kívánom, az Isten verjen meg. Az nem játék. Azért jöttem, nem mondtam te, eltemettél, még. Szirénát is, mentőt is, mégis meg tudnám csinálni, ezeket mind lementem. Nagyon jól tudod, hogy a lakatosra, nagyon értek a Facebookhoz. De ez,
A Barbé Teréz, aki Nóra Morisz néven van fent, meg Izabella néven van fent, meg mindenféle néven van fent, nagyon ért hozzá. Őt ismerem el, hogy ő sokkal jobb, mint én. Én csak lótúró vagyok mellette. De nagyon veszélyes. Nő, nagyon veszélyes. Tudjatok róla. Olyan kavarodást csinál, borzasztó. Hát jelölne be, hát házszor akar engem be, mi különböző nevekem. Megnézem, mikor készít a kép, mikor tette fel. Készít a fékém, azt mondja ki a fotó, 20 perc, 25 perc, remetem. Törlöm, nem tiltom, törlöm, ennyi az egész. Ennyit akartam mondani a gyerekek, úgyhogy Ibikém, üzenem neked. Az néz téged, aki akar. Az nincsen megszabva, üzemel csúkoknak, de úgy teszem fel, hogy Lakatos Bajának üzenem, akkor rögtön megnézik a többi követőid, mert téged nagyon szeretek nézni, Ibikém. És ne legyenek féltékenyek ezek a csúkok. Harcolnak a kakasért. Nagyon finoman fejeztem ki magam. Ezek mind csúkok, a kakasért harcolnak. Mert a csúkol béreztem volna magamat, a másik YouTube csatornáról direkt tudtattam, hogy ott legyenek a nevek. Amit nem szoktam, de kitettem a neveket. Azt a hölgyek szabályosan kinézték a műsorból. Még ilyet nem láttam. Csak. Egészségetekre elküldött a kapucsinó. Jó, befűtöttek kint, jó idő van kint. Felteszem YouTube-ra, majd a hölgy nem ismerősem lényegében nekem. Meg fogja, eljátszom neki a Vangeliszt, megígérem neki. Mert azt kérte az Ibajától. Ibaja mondja neki, hogy nyugodtan mondja, hogy mi még dal kéred. Azt már a hölgy azt hitt oda, hogy hát már nem ismerek kérni dalt, azt mondja. De Ibaja mondja, csak kér, mondja nyugodtan ki. Mert a többi csúkok fel voltak lázadva. A plács megeszi a popátokat azt. És akkor kérte a Vangeliszt nagy nehezen. A hölgy kérte a Vangeliszt nagy nehezen, írta oda, hogy a Vangeliszt. A Vangeliszt azt mondja, megsajnáltam Becset úristen. Te csúkok! Annyira féltékenyek vagytok? Elveszítettek ki Baját? Mi történik akkor veletek? Minden foglalkoztok a féletekkel? Ha? Üdvözlöm nektek! Velem ne kezdjetek! Ha még egyszer ilyet fogtok csinálni, többször is, repültök fel a levegőbe, fel a YouTube-ra. Nem ezekkel együtt. Komolyan mondom, velem nem volt kikezdeni. Mert az Ibolya szoktam mondani, hogy mindjárt repültök fel. Kibasztak benneteket. Csúnyán mondom ki. Nem fogtam csúnyán beszélni. Ritkán, hát én barátja körémmel egy kis csúnyán. Most én nekem az a lótám, hogy nem tudom az életemet, honnan tudtam én. De gyógyígatom a szívemet a cigán zenében. Nekem az, ha én meghalok a temetésen, a lányomnak is ki van azon a parancsban, ezt kell húzni zenészeknek, zenészeknek, ezt akkor kollégák jönnek maguktól. Nem akarok még én meghalni, még szeretnék élni, vagy 30 évet, mit tudom én, ért, mit tudom én, ennyi. Én hagyjuk, erről is beszéljünk, úgyhogy ezt tudom. Most ha valakinek ugyanez a rótája, most én ezért meg fogok folytani? Hát ilyen nincsen. Hát most épp ugye a pincének ott viccelődte, mikor egyiknek volt a nóta, ez a kocsmájában, sáfat lápai. A másik pincén mondja, ez az én óta, mindjárt megvennek, azt mondja, de viccelődtek, hülyéskedtek. Én is nevettem a zongorára. Ennyi. Úgyhogy, amit műveltek, te tyúkok, nagyon szépen fejeztem ki magamat. Mert ez nem törlöm le a Facebookról, ezt megosztom, 30 napig lehet látni. 30 napra osztom meg Facebookon, teszem ki a YouTube csatornámra, akkor 300 valami követő van, nem tudom, 350-360, oda teszem ki. A másikon csak 60 követő van, azzal raktam ki, ahol a tyúkok oda szóltak. Van nekem is eszem. Nagyon vigyázottak velem tyúkok, nem jó helyen kereskedtek. Bár a szlovák nő, te Szlovákiában dedikálj, nem Magyarországon, halló? Ha? Foglalkod már a nevet, vagy járjadal, mit tudom, kivel. Üzenem neked. Még te hőtő, még a személyigazolványt, üzenem a hölgynek, el ne küldjed a személyigazolványod, de ez hivatalos, mert ez nem játék. Azzal biztosan lehet élni, nem bízál senkibe se. Személyigazolvány nem játék, az csak rendőrségnek, vagy a hivatalos irodában, ahol kérik, ott lehet megmutatni.
az nem játék, nem nyilvánosságra, meg üzenetbe se lehet elküldeni. A személyadomány számoddal bármilyen visszaérhetnek. Nem szabad. Ennyit akartam mondani. Megiszom a kávé, megyek fel. Lányom alszik. Probéljük. Ha felkelt, akkor érőzök, ha nem kelt fel, akkor nem érőzök. De meleg van nála, ha félmesztelek, mondjuk gyerekek a lakárba, komolyan mondom. Dög meleg van, pedig a fűt is éjszaka is kikapcsoltam. Nagyon meleg a lakásom. Egészségetekre. Másnak nem lehet mutálni az, hogy égésmert között? Nem lehet? Csak nektek? Vitáztatok ott? Tudom, milyen csúnya tudok mondani, gyerekek, ez műveltetek? Hát én szígyelem magam helyettetek. Te. Legszívesen is oda írtam volna. De vettem egy nagy levegőt. Mind ismerem menziket. Tudjátok nagyon jól. Az a hölgyet megvédem, mert szegény ártatlanul, aztán már nem is megyek odaírni. Megsajnáltam bizisten. Mondja, hogy baj neked, írd meg nyugodtan, melyiket énekeljem neked. Hát az a hölgy, az a jaj, már nem is megyek odaírni. Hát idegen nem mész ezt ti? Nem mész ezt az adást? Hát milyen csúnya dolgot végeztek ti? Csak nektek ének tévében ne énekeljen? Ha? A kékingben én voltam az. Üzenem nektek, hölgyeim. Nem kamu Facebook pont, én Dr. Barók Lajos vagyok, fogorvos. Mint idég győzike mondja, ő zongora művész. Na mindegy. Mindenki azt mond magára, amit akar. Én magas orvos vagyok. Megértettétek? Ne kezdjetek velem ki. Ha még egyszer ezt meg fogjátok csinálni, Ibolyának a műsorában. Úgy kibőszlem benzeket a felhőben YouTube-ra, mint annak a rendje. Leveteket kiteszem. Úgy mentem le Ibolyát, hogy ott lesz a nevetek is. Az csinálhatom, jelentsétek, hogy egy csatornámat van másik. Ezen kívül 3-4 csatornám van. Ne kezdjetek velem. Mondom nektek. Látom, nézve Nóra is, üdvözöllek Nóra. Hát van őnek elég baj, meghalt a veje, két halott is van most a családban. Nem ilyenekkel foglalkozik. Mert a Nórát felhívtam, elővettem, hogy miket csinál, nem jó. Nem neki elég baj. Lajos, azt jelenteni kell azt a csatornát, mondja nekem a Nóra. Na már egyiket már kinyírtam, mert a Nóráról is csináltak olyan csúnya videót, hát köszönöm, borzasztó. Ezt a teremt megláttam, elájultam. Az éreleken van, hogy látod, és azt, amit csinálnak, mert látom, mondom volna. Az azt jelentettem, felhívtam a YouTube-ot, angolul beszélem, a perfekt angol nyelven beszélem. Már 5 perc múlva körülbelül le is vették, megszüntették azt a csatornát. Csókolom a főnök asszony. A Pedinek a főnök nője. A Boltnak. Ismerlek, én is ismerem őket. Hogy ennyi, gyerekek, úgyhogy befejeztem az időadásomat, kezem fázik, pedig van kesztyűm, az ebben. Olnod Éva, kimondom a nevedet. Itt a maszk. Utcán még nincs előre, hogy kötelező lenne, hogy tudjál róla. Aki akarja felvezni, akar nem. Ha beltéren vagy, az azt jelenti, ha üzletben vagy, boltban vagy, dohányboltban vagy, mit tudom én. Ja, még Kusztinak akarom mutatni valamit, hát de hülye vagyok te. Kusztika! Megmutatod neked, hol pattam tele csók, jó? Drág, megfordítok a kameráskát, hogy ki? Ah, megvagy. Na, Kusztika, itt volt a nagy híres csók. Ja, nem a csók, hanem te ott álltál gyerekkel. Mind meg bent az Ibolyába. Ott elkapta a számot, Kuszti. Erre mit lépek? Kusztika? Igen. Szegény, ja, meg a másik. Visszafordítsuk a kamerát. Az Ónodinak üzenem. Mindegy. Akar, hogy utáljuk egymást a Husztival. Én most is rendes vagyok hozzá, mert Huszti Mártír Szalkán elismert ember. Neki van szava. Ha már Huszti nem tudta elintézni, hogy a gyerek visszakerüljön, te Ónod Éva, te mit tudnál csinálni egy közhasznú munkás? Már nem akarok többet rólad mondani, mert elmondtam magamért, majd el is fogom. Mit vettél volna le oda hozzájuk? Az, hogy a lakatosnak minden megvan véve, a legdrágább holmik. Tudja, hát ő, neki nincsen szükség koloncokra,
amit te összeszedel, valami hasznot húzol. Na én mondtam az orvosnak, hogy mit tudom volna segíteni? Hát lementem a papírokat megnézni, mit tettem volna a papírokkal, mondom te. Hello, mondtam neki. Besértődött. Nem mondtam neked az igazat. Ez így mit megsértődni. Ha már Huszti nem tudta elintézni, akkor ennek van a lámszala. Ha majd Ónodő Éva fogja elintézni, aki Székesfehérváron lakik, vagy nem lakik, mellett lakik, nem mondom ki a falu nevét. Hát ne haragudjuk bár még. Hát az én is mit képzel magáról? Csókok, nagyon vigyázzatok magatokra. Ilyen többet ne csináltak. Nevetni való pótatok tegnap. Rendesen én szégyeltem magamat, helyettetek, amit műveltetek. Csókok, harcoltok a kakasért. Úgy fogom feltenni, mert akkor jobban fogják megnézni, hogy üzenem lakatosokba járnak. Nem az a tyúkoknak, mert akkor nem fogja nézni kutyasek. Úgy fogom feltenni ezt a csatornára, mai adásom, üzenem lakatosokba járnak. Üzenek. Hát remélek neki üzenek. Ibi, Ibolya, téged az néz, aki akar. Ilyen nincs, csak ők nézhetnek ötön vagy hatan. Ez a pár ember, azzal semmit nem érsz. Én, hogy YouTube-ra tettelek, téged mindig fel, neked olyan nézettséged van, hogy borzasztó, nézd meg! Hányan néztek meg? 160-an, 250-an, 300-an? Nem 2-3 ember néz meg, és szeretnék nézni az adásodat. Ennyi. Hölgyem, nem vagyok bolo, nem egyedül beszélek, élő videót csinálok. Azt mondjuk, hogy hülye vagyok. Egyedül beszélek, nem lássák a telefon. Ennyi. Ez az adásom véget ért. Nem tudom, mikor leszek élőben, fogalmam nincs. Én is megreggelizek. Egész fölködött, Kocs! Minden évben itt tojás! Ne kezdjetek! Hölgyet megvédem! Megsajnáltam! Hát nem lépett be az élő adásban! Ilyen nincsen! A franc megeszi a torkotokat! Szia, oszi fotós! Televízión nem volt a fotós! Nem kis embereknek fotózott! Láttam tőlem az élőre, ezt megosztottam, oszi! Most segítségre szorultál, nagyon sajnálok! Azzal tudtam segíteni, hogy osztom. Engem sokan ismernek, tudom, hogy jó, Oszi. Sok Facebookon van. Azon is megosztottalak. Oszikám, ez igazság. Hideg van, Oszi. Megsajnáltalak, utazol, pásztor, mit tudom, hova van meg. Lakol. Te is megszenvedel, úgyhogy ennyit kartam mondani. Most a maszkkal kapcsolatban utcán nem kötelező, de én is fel szoktam venni, vagy nem. Ha beltéren, akkor kötelező. Ennyi. Batikában ember népek. Kapucsinom kühűt. Megyek felfelé. Megyek lakásba. Ez a kabát lett véve Hollandiában. Hát az, mint a dumna. Ha megyek, vajon mondom. Elakulom. Tyúkok, nézzetek az adását, de ha valakinek az a nótája, ami nektek is, ne nyírjátok már ki. Idegen nem léphet be, nem nézheti olyan műsorát. Idegen ilyen nincsen, csak ti. Hát mi gondoltok ki magatokról, mi vagytok ti? Tyúkok, a kakasi harcoltok, kakasi álljatok van? Ott a férjetek, az a kakas. Megértettétek? Tyúkok, ennek az adásnak megosztom Facebookon, nem törnöm ki. Teszem fel a YouTube csatornámra. Üzenek nektek, mert ott fogjátok látni. Ismerlek mindegyiküket, én mindenkit ismerek. Tudjátok nagyon jó, ti is ismertek. És a Kékingben még valóban én voltam. Ott is volt a harc, hogy nem a banókasz, hamis, meg én, meg úgy. Mondtam. Csak nevettem egyet. Direkt beküldtem a szíveket, hogy féltékenyek legyetek. Azért küldtem a szíveket, direkt, Ibolyára. Írtam a szeretek, minden. Tudtam, hogy féltékenyek vagytok, mint a ló, tyúkok.
fűtitek a kakast. Szerelmesek vagytok benne? Mi van, tyúkó? Hallottatok a kakasét? Szerelmesek lettetek? Már nem akarok más szavakkal mondani, mert nem lehet. Hát. Szerelmesek lettetek, féltékenyek vagytok? Hát én voltam az. Képzeljétek el. Azért csináltam a szíveket, meg írtam oda szeretlek, hogy tudtam, hogy féltékenyek vagytok. És akkor mondták, hogy itt a balókos, hogy nem, a szamis Facebook írták egymásnak, én láttam, csak jókat nem ettem. Azért is beküldtem a szíveket, szerelmes szíveket, mindent. Ami tőlem tellett. Tehát mikor lehetett, hogy 3 hetek? Azt tudja már. Nem sem emlékszem. Én voltam Kékingben. Az egyik Facebook. Mindegy. Úgyhogy látok mindent. Tyúkok. Bárki nézheti. Hadd nézzen. Miért ne néznék? Mondta Lakatos is tegnap. Miért ne néznék? Mindenki azt mondja, miért az néz, amit akar? Ha más szereti, nézze az adását. Miért ne néznék, tyúkok? Hát csak ti nézhetitek? Szerelmesek vagytok, vagy mi van? Van férjetek? Azzal kell szerelmes lenni, nem ibajába. Hát nem is értem az egészet. Ki nézitek, hogy csak ti legyetek? Ne beszéljétek ibaját is, hogy ne jöjjön Pestemben, át ez baszva, ez az, ez felbe. Hát elbasztált az egész jövőjét annak a nőnek, az álmát. Ennyi. Na. Én megyek felfele, elmondtam a mondókám, ami bennem volt. Szia, Ricsike, üdvözellek! Úgyhogy, ami bennem volt, úgyhogy megyek fel, nem tudom, ma fellépek élőbe. Nem, ma biztos, hogy fellépek élőbe, csak hogy mikor, azt nem tudom. A lányomtól függő, mikor kell fel, nem akarok felkölteni. Ennyi, alszik. Na, puszi mindenkinek, szép napot addig is. Örök, hogy néztetek. Nem tudom a hölgyet, nem ismerem, de megsajnáltam. Úgyhogy, fogalmam, hát láttam a neve, Szanda vagy Szandi, vagy mit tudom én, mi a neve, azt tudja. Ha jól emlékszem, Szandi vagy Szandra, nem tudom már. Na. Úgyhogy megsajnáltam. Szabályosan kinéztétek a bajának a műsorából. Évike, üzenem neked, nem kötelező megmutatni igazolványát. Szlovákiában kérdező igazolványt, Csehszlovákiában. Szia, Prefer Tamás, üdvözöllek, ha nézed. Az is kiváló ilyen énekel. Az is kinéztétek, hölgyeim, a Tomit, én vagy a műsorából. Há? Mire való az ilyen? Harcoltok a kakasét? Tyúkok? Tyúkok vagytok? Ja, Istenke, jó lennétek, kalá, jó, rokedéval megfőzzek benneteket, tejfelesen. Kedvenc étrem. Nem csirkérő, tyúkúszó. Jó, tejfeles rokedé. Nem mondom, hangsúlyozom, nem csirkérő, erősebb az íze. Na. Sziasztok, puszi mindenkinek! Sziasztok, a puszika! Sziasztok!